Magyar György ügyvéd a vendégünk, aki ezúttal Bara József és családjának a Bara József családjának a jogi képviselője. Jó estét kívánok! Az a feladata, gondolom, hogy minél nagyobb kártérítést szerezzen a családnak attól a két rendőrtől, akik a jelentés szerint hát jelentősen közreműködtek abban, hogy Bara József a kényszervallatás következtében meghalt. Ha tudjuk, akkor kerüljük azokat a borzasztó részleteket, amelyek az orvosi jelentésben benne vannak, amelyeket olvasni talán az ember még úgy, ahogy elolvas, de így, ha hallja a néző, akkor lehet, hogy nagyon elborzad. De ön most milyen esélyt lát arra, hogy két rendőrtől, akinek a fizetésről nincsenek információim, de olyan nagyon gazdag és tehetős emberek nem lehetnek, azoktól hogy fog tudni kártérítést szerezni? Hát valóban úgy van, ahogy a felvezetőben elhangzott, ezt olvasni szörnyűség, és ha ezt most itt mind a ketten részleteznénk, akkor a nézők ma nem aludnának el. Egyértelmű, hogy mi történt, az orvosszakértő vélemény nem hagy kétségeket. Durva, agresszív bántalmazás két órán keresztül, melynek halál lett a vége. Egy hátra bilincselt kező embernek. Hátra bilincselt kező embernek, aki védekedésre is képtelen volt. Most nem akarok profánkodni és jópofáskodni, de azt hiszem emlékszünk a hírekre, hogy ezt követően, hogy megtörtént ez a borzalom, a rendőrségnek az első reakciója az volt, hogy feljelentette a halottat. Igen. Tetszik erre emlékezni? Hogyne, igen. Hivatalos személy elleni erőszak. Azért ilyen már volt Magyarországon, hogy feljelentettek egy halottat? Szerintem még a mesében sem, nem, hogy Magyarországon, ahol megtörténnek bizonyos esetek. Tehát ezt most félretéve, én azt gondolom, hogy a rendőrségnek a hozzáállását itt megláthattuk, hogy talán az volt az alapszándék, hogy itt igazából nem történt semmi, mert hogy ez természetes, hogyha valaki elviszi egy fűrészgépet, és utána meggyanúsítják ebben, akkor talán nagyon is verhető. De hát nem ez történt. Na szerencsé. De akkor még arról szóltak a hírek, hogy dehogy verték agyon, hát ült a hokkedlén az ember, leesett, bevert fölborult a fejét. És sérüléseket szemben. Ők pedig megpróbálták újraéleszteni. Igen. Most ez az orvosszakértő vélemény és a boncolási jegyzőkönyv egyértelművé teszi, hogy összetört az egész mellkasa, és ez csak beletérdeperéstől lehet ilyet elszenvedni. Amikor újraélesztették, akkor ott érvettek. Ezt mondták ők is, de ezt a mellkasán, és akkor nyomkodták, és hát nem siker. Ezt a szakértő kizárja, és az összes többi sérülést és ütlegelési eredményességgel, nem pedig újraélesztéssel hozza összefüggésben, és megmondja, hogy a sérülés és a halálos következmény a súlyos bántalmazásokkal áll okozati összefüggésben. Azért fontos, amit most mondok jogi szempontból az okozati összefüggés, mert itt fordulunk át majd a polgári jog világába, amit ön is kérdezett, hogy milyen kártérítésre lehet itt számon tartani. Hát a rendőrök fizetését mindannyian ismerjük, nem ez a lényeg. Itt felel az alkalmazó. A polgári törvénykönyv szempontjából egyértelmű, hogy az alkalmazott által harmadik személynek okozott kárért az alkalmazója, ez esetben a rendőrség felel teljes körűen. Következésképpen, amikor mi a család javára majd kártérítést, bármiféle reparációt fogunk kérni, akkor itt a munkáltatónak a helytállására számítunk. Elsődlegesen. Vagyis, és a munkáltató ebben az esetben akkor az izsáki rendőrkapitányság. Most hát mennyi a büdzséje az izsáki rendőrkapitányságnak? Helyesen tetszik látni, végig mehetünk Izsáktól Kecskemétig, Kecskemétől Bácsmegyig, Bácsmegyétől megyünk az ORFK-ig, és megtaláljuk magunkat. Tehát akkor, ha a közvetlen munkáltató nem, akkor a munkáltató munkáltatója, a munkáltató munkáltatójának a munkáltatója, és nem sorol mi tovább. Ez már belső jogkör, mi az ORFK-t fogjuk felkérni arra, hogy legyen olyan kedves, és a saját rendőrségét. Felkérni vagy perelni? Első körben felkérni, az ember nem perrel megy bele az ajtóstól bele az ajtóknak, vagy micsodáknak. Hanem peren kívül próbál megegyezni. Hát, mert ez minden ügyvédnek ez az álma, hogy peren kívül egyezzünk meg, hát, és akkor mindenki jobban jár. Ügyvédeknek álma, így is lehet mondani, ügyfeleknek érdeke. Mert három évvel hamarabb juthatnak esetleg valamilyen kártérítéshez, mintsem ha végigfutják az összes bírói fórumot. És még valakinek nagyon fontos ez a peren kívüli megegyezés magának a hivatalnak, a hatóságnak, a magyar rendőrség presztízsének. Mert azt, hogy az megy országon, világon keresztül, hogy itt agyonvernek gyanúsított jelölteket, ez nem teszi jót álláspontom szerint, ha pedig reparálja, és azt mondja, hogy én kérem,
most már láttam az orvosi véleményeket, nem várom be még ezeket az embereket börtönbe kergetik, hanem én eléje megyek az eseményeknek, és azt mondom, hogy ennek a családnak adok egy megfelelő elégtételt, egy tisztességes, méltányos egyesség következében. Tehát mindannyiunknak, hozzáteszem, nem csak az ügy szereplőinek, tehát nem csak a hozzátartozónak, az ügyvéd az ebből a szempontból nem számít, nem csak a nyomozóhatóságnak, mindannyiunknak, Magyarországnak az az érdeke, hogy ez a hír menjen körbe, és ne az, ami itt történt. 300 oldalas ez a jelentés, amiről azt mondta Pintér Sándor, hogy még nem olvasta el, tehát nem tud ebben az ügyben állást foglalni. Ő, ha elolvassa, akkor onnan föntről elindulhat egyfajta kezdeményezés az elhunyt családja felé, és még azt is tekintetbe veszem, hogy Orbán Viktor is elment Bara József sírjához, tehát hogy ön esetleg azt gondolja, hogy nem kell olyan nagyon harcolni itt, mert ön lát jeleket arra, hogy a hatalom föntről, egészen magas szintről elindítson egyfajta reparációt, amit ön említett? Legyünk jó hiszeműek és bízzunk ebben is. De még egyszer mondom, miután az úgy kezdődött, hogy a halottat jelentették fel hivatalos személyre erőszakért, nem így tűnik. De ez nekem. Nem a belügyminisztérium volt. Én ezért gondolom, volt már, és végső fokon a büdzsé onnan származik, ugye? Tehát az ORFK-nak és a helyi kapitányságnak nem sok pénze van kártértésre, és sok családtag van, 5 embernek van jogosultsága ilyenkor sértett jogokat gyakorolni, és polgári jogi igényel fellépni. És én úgy gondolom, hogy ha aki elveszti a hozzátartozóját, az megilleti legalább azt, ha nem tud vele többet találkozni és beszélgetni, vagy valamiféle reparációban részesedni. Számítanunk kell erre. Egyetértek önnel, ha van egy kis kultúrája, van egy kis előrelátó készsége ilyen értelemben a belügyi vezetésnek, akkor olyan irányba fogja mozgatni az érdekelteket, hogy törekedjenek a megegyezésre. Én már voltam sokszor a másik oldalon is, tehát volt úgy, hogy rendőri érdekkörben okozott kár vagy bármi, és van készség. Jogi osztályon keresztül megindítjuk a levelezést, most, hogy a kezünkben van. Ez a lényeges dokumentum. Függetlenül attól, hogy a belügyminiszter úr elolvas-e 300 oldalt, vagy nem olvas el, gondolom, hogy vannak munkatársai, akik tudnak neki referálni, és én már vittem és viszek ma is olyan ügyeket, ahol a belügyminisztériumnak normális a hozzáállása, aztán vannak olyan ügyek, ahol merev a hozzáállásuk, vegyük például a Vörösiszap katasztrófa ügyét, ahol a mai napig nem jutottunk még hozzá azokhoz a pénzekhez sem, amiket az emberek, ön és én és a többiek 2 milliárd összegszerűségben összegyűjtettek. Tényleg, ahol mi van? Ez. Amit most mondok, gyűlik a pénz a bankban. Az emberek egy petákot ebből nem kaptak, és én azt hiszem nem. És mi az indoklás? Gyűjjön. Épült belül azt hiszem egy tanösvény. És egy szobor is. Ebből a 2 milliárdból? De többi meg várja a bankot. Tanösvény az mire való? Ezt pontosan nem tudom megmagyarázni. Én sem. Pedig figyelem az ügyeket. Azt hiszem kisfák fognak honnan, meg. Honnan, hova megy a tanösvény? Kisfák fognak megnőni majd azt hiszem 70 évben. De honnan, hova megy a tanösvény? Balról jobbra, nem tudom pontosan a helyes választ, de a dolognak az a lényege, hogy erre költötték. Én nem azt mondom, hogy az emberek nem jutottak bizonyos kárpótláshoz hozzá, például van, aki új lakást kapott, új házat kapott, és, de azért az életsorsa megnehezedett. És most mi abban a helyzetben kerültünk, hogy jól bepereltük a malt, ezért mondtam, hogy nem kell feltétlenül perrel szó kezdeményeznünk, aztán elszállt a mal, mint a malév. Nem csak különbség van kettő között, de itt elszállt mind a kettő, és nincs kit perelnünk. Felszámolás alá esett, a cég röhög tovább, ugye állami tulajdonba került, működik. Az ön által emberek toborzott pertársaság meg szomorkodik. Hát, mert a pénzükhez nehezen fognak hozzájutni, picike kis szansz lenne, pontosan vagyunk is tárgyalásokban a belügyminisztériumban, hogy legalább azoknak az embereknek jusson valaki, valami pénz, akik akár pertársaságnak részesévé váltak, de a pereink mennek szépen tovább, és bízom benne, hogy majd néhány év múlva hozzájutnak a pénzükhez. Talán ezért is fontos a peren kívül egyesség ebben az utóbbi esetben is. Röviden még visszatérve Izsákra. Van itt még egy ember, az úgynevezett koronatanú, aki hallotta, hogy ott mi történt, szolgált is bizonyos információkkal. Ezt a koronatanút rendelkezési állományba helyezték, vagy szabadságra küldték, most nem tudom pontosan, azóta nem veszik vissza, és a koronatanúnak egyre inkább anyagi problémái lesznek, mert nem keres annyit, amennyit keresett addig, és tulajdonképpen ráfizetett arra, hogy ő koronatanúja volt ennek a szörnyűségnek. Ön például az ő érdekeit nem képvisel, vagy ő még nem kereste meg? Hát ennyi oldalra nem állhatunk, szóval egy ügyvéd álljon egy helyen egy ügyben, nem kell mindenhova átszállni. De hát nyilvánvalóan majd ő is keres jogi képviselőt, és keresi az igazát, de ő tanú. Ebben az ügyben tanú.
Tanúnak lenni pedig kötelesség. Ez nem választható. Ha én tanú vagyok, köteles vagyok elmondanom azt is, amit láttam, azt is, amit hallottam, és azt is, amit tapasztaltam. Ezért mondjuk azt, hogy szemtanú. De az ő példája mit sugall, hogy hülye leszek elmenni tanúnak, mert így járhatok, ahogy jártam, vagy pedig hát mégis elmegyek, nem érdekel, hogy hogy járok, és segítek abban, hogy ez a dolog ne fordulhasson elő. Ez egy lelkiismereti kérdés, ez nagyon helyes a felvetés, de nem az ő döntésén múlik. Ugyanis ha hallgat, és nem tesz vallomást, azzal is lehet hamis tanúnak lenni. Tehát aki tudja, amit tud, és nem mondja el, azzal is lehet hamis tanúvá válni. Tehát nem ennek a szerencsétlen tanúnak a döntésén múlik az, hogy beszél vagy nem beszél, a lelkiismeretén múlik, hogy feltár-e minden részletet, vagy pedig hallgat másokra, akik azt mondják, hogy jobb, ha becsukod a szemedet, mert akkor nem fáj a füled, vagy hogy szokták ezt mondani, nem szól szád, nem fáj fejed, ugye valami ilyesmi. Tehát én azt gondolom, hogy ezt nem tudja ő eldönteni, de azt, amit ön említett, hogy azóta sem dolgozik meg, rendelkezés állományba helyezték, ezért azt hiszem pszichésen nagyon megviselte, és én úgy tudom a médiából, hogy a környezete azt tapasztalja, mintha őt megpróbálták volna, vagy megpróbálják presszionálni. A tekintetben, hogy nem kéne mindent világosan föltárni. Ez nem most itt elolvastam a hírben, táppénzre küldték, és egyébként azt mondták neki, ha nem tetszik neki ez az állapot, ki lehet lépni az állományból. Ez milyen cinikus dolog. Igen, én azt hiszem, ezt nem tudom minősíteni, de kérdezte tőlem ezt már több újságíró, hogy ezt hogy értékelem, és azt kell mondanom, és bízva megint az optimista felfogásrendszerünkben, hogy nem lehet érdekelt sem a rendőrség, de különösen nem a nyomozó ügyészség, aki ezt az ügyben eljár, hogy eltüntessen tanukat és bizonyítékokat, mert mindenkinek az az érdeke, hogy itt földerüljön az igazság. Ha már az orvosszakértők egyértelművé tették a történéseket, a rendőrségnek, ügyészségnek, nyomozóhatóságnak és egész Magyarországnak az az érdeke, hogy ez a dolog világossá váljon, és nem az a jó, hogyha a tanú eltűnik, hanem az a jó, ha minden felszínre kerül. Köszönöm szépen. Tisztelettel.